Pronius energiamenedzsment megoldások. Köszöntök mindenkit a mai webináriumunkon, én Vadicska Tamás vagyok, a Pronius Magyarországi Tech Support munkatársa, és itt van velem kollégám, Németh Máté, aki szintén a Pronius Magyarországi Tech Supporttól képviselteti magát. Üdvözlök mindenkit! Remélem mindenki megfelelően lát és hall bennünket, vagyis hát inkább csak hall bennünket, és látja a prezentációt, vagy szeretnénk kérni a résztvevőktől egy-egy kézfeltartást, hogy mindenki megfelelően látja a prezentációt. Nagyon jó, itt már érkeznek is a visszajelzések, köszönjük szépen mindenkinek! Miről is lesz szó a mai napon? Ugye a prezentáció, illetve a webinárium címe Pronius Energy Management megoldások voltak. Nézzünk bele egy picit részletesebben a mai nap tartalmába. Ugye az Energy Management alapokkal fogunk kezdeni, és a mai nap fő csapásvonal, a fő irányvonal az igazából a napelemes energiával történő fűtés lesz, úgyhogy a hűtési megoldásokra, illetve melegvízkészítési megoldásokra fogunk koncentrálni, ezért az egyéb energiamenedzsment megoldásokat és szektor integrációs megoldásokat csak érintőlegesen fogjuk ma majd szóba hozni. Tehát tartalom energiamenedzsment alapok, általános információk a fűtés integrációról, utána a fűtés integráció terhelésvezérléssel, Fronius on Pilot, végül pedig a hőszivattyú integrálási lehetőségeket fogjuk áttekinteni a Froniusnál. Kezdjünk is bele, és tekintsük meg az energiamenedzsment alapjait. Ugye alapvetően, hogyha szeretnénk a megtermelt energiánkat okosan felhasználni, akkor első körben analizálnunk kell a fogyasztásunkat, hiszen mindig a fogyasztástól függ, hogy mennyi többlettermelésünk marad, és azt a többlettermelésünket mire tudjuk elhasználni. Miután analizáltuk az adatokat, fogyasztóink intelligens vezérlésével tudjuk elérni azt, hogy az a többlettermelés, amit mi megtermelünk, az ne a hálózatba kerüljön betáplálásra, hanem akkor kerüljön elfogyasztásra, amikor rendelkezésre áll, tehát napközben, éppen ezért fogyasztóinkat vezérelnünk kell, legyen az mondjuk az elektromos autónk töltése, hogyha meg tudjuk oldani, vagy akár a hűtés-fűtés, vagy más fogyasztók vezérlése. És ugye, hogyha már vezéreltük a fogyasztóinkat, és még mindig van többletenergiánk, akkor jöhet szóba a többletenergia eltárlása, például akár akkumulátoros rendszerben, akár pedig melegvíz formájában. Amit itt láthatunk a képen, az gyakorlatilag egy költség-haszon piramis, ugye láthatjuk, hogy melyik megoldásnak mekkora költség ráfordítása, és annak a költségnek mekkora lesz majd a fajlagos haszna. Hogyha megnézzük a bal oldali piramist, láthatjuk, hogy a legnagyobb költség ráfordítása nyilvánvalóan az akkumulátoros tárolóknak van, hiszen ezeknek a legnagyobb a bekerülési költsége, és utána, ahogy haladunk lefele, következik a hőtárolás, a fogyasztók vezérlése, és végül pedig legalább a fogyasztók ütemezése. Található, ugye a fogyasztók ütemezése az gyakorlatilag szinte ingyen megoldható. Viszont, hogyha a fajlagos hasznot nézzük, akkor láthatjuk, hogy megfordul a dolog, és a fogyasztók ütemezésével, illetve a fogyasztóink vezérlésével tudjuk elérni a legnagyobb hasznot, azokkal tudjuk a leginkább a megtermelt energiánkat hatékonyan elhasználni. Utána következik ugye a megtermelt energiának hőben, melegvízben vagy fűtésben történő eltárolása, és végül pedig ugye az akkumulátoros tárolás következik, ahol közvetlenül fogjuk eltárolni a megtermelt energiánkat. A hangsúly ugye a mai webináriumban, ahogy azt már említettem, a napelem által megtermelt energiával történő fűtésen és melegvízkészítésen lesz. Természetesen az e-mobilitás témakörében is majd várható, hogy fogunk készíteni hasonló webináriumot. Nézzük meg egy átlagos hőszivattyúval felszerelt háztartásnak az energiafogyasztását, ahol van napelemes rendszerünk is. Ugye itt egy példarendszer láthatunk, ez egy valóban működő rendszer. Ugye mire kell energia nálunk egy hőszivattyús háztartásnál? Ugye télen mindenképp a fűtés az ugye, ami elviszi az energiaigényünket, aminek a legnagyobb energiaigénye van. Ugye a fűtés és a melegvíz készítés, ugye ezért a kettőért felel gyakorlatilag a hőszivattyú. Nyáron láthatjuk, hogy a fogyasztásunk az csökkenni fog, hiszen nincs akkor a szükségünk fűtésre, viszont melegvíz készítésre itt is szükségünk lesz, és itt pedig a hőszivattyunk a hűtésért fog felelni. És ugye azt is tudjuk, hogy láthatjuk itt a képen is, hogy a termelés, illetve a fogyasztás az egymással pont fordítva változik, tehát nyárra
esik le ugye a fogyasztásunk némi kép, és nyáron fog megemelkedni a napelemes termelés, télen pedig ugyan alacsonyabb a termelés, viszont magasabb az energiafogyasztásunk. Éppen ezért tehát télen alacsonyabb a rendszer termelése, fűtésre nem feltétlenül tökéletes, azonban a melegvíz készítést azt télen is ki tudjuk váltani valamilyen szinten, és ebből a szempontból egy napelemes rendszer tökéletes párosítás lehet egy hőszivattyúval. Milyen gondolatok merülnek fel a fogyasztóban, hogyha szeretnék a napelemes termelésüket fűtésre felhasználni? Ugye egyrésztről mindenképpen tudják az önellátásukat növelni, hiszen minél több energiát fogyasztunk el helyileg, annál kevésbé függünk a hálózattól, annál kevésbé kell a hálózatot igénybe vennünk. Természetesen ehhez kapcsolódik a költségcsökkentés is, hiszen manapság az energiaárak változása és emelkedése mindenkit egészen közelről érint, és éppen ez miatt sokan elgondolkoznak azon, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a rendszerüket. Természetesen az sem lehet utolsó, hogy ezáltal a fő fűtőrendszerünk élettartama megnövekszik, tehát minél kevésbé kell ugye a hőszivattyút használatba vennünk, minél kevésbé veszük igénybe, annál nagyobb lesz az élettartama. Ugye a szabályos alkatrészek használata az mindenképp fontos, hiszen ezáltal biztosak lehetünk abban, hogy az a rendszer, amit használunk, nem kell hozzá egyedi alkatrészeket beszerelnünk, hanem a szabványos standard alkatrészekkel tökéletesen tud működni. Mindannyian érezhetjük a klímaváltozás hatásait, közvetlen, illetve közvetve is, és éppen ezért szeretnénk ugye a kibocsátásunkat is csökkenteni, és szeretnénk egy picit fönntarthatóban gondolkodni, és ehhez is úgy gondolom rendkívül jó támaszt tud nyújtani, hogyha a fűtésünket napelemes energiával és elektromos árammal állítjuk elő. Illetve a biztonságos működést sem felejthetjük el, hiszen ez a rendszer végül is az otthonunkban működik, és nyilván a biztonság mindig a legelsők között kell, hogy legyen. Ami viszont nagyon fontos, hogy minden esetben, amikor szeretnénk egy ilyen rendszert létrehozni, alapos tervezés kell legyen a szakemberrel, aki ilyen rendszerekkel dolgozik, és aki ilyen rendszereket tervez. És akkor térjünk rá arra, hogy milyen megoldásai vannak a Froniusnak ebben a témában. Ugye alapvetően háromfajta megoldásunk van, amivel tudunk operálni. Az egyik megoldásunk az a fűtés vagy a melegvízkészítés optimalizálása terhelés vezérléssel. Itt gyakorlatilag ugye az inverteren található 12 voltos kimeneti jelekkel tudunk játszani. Ezeket a 12 voltos kimeneti jeleket tudjuk működésbe hozni a termelés vagy a fogyasztás függvényében, és ezzel tudjuk ugye a fűtőrendszerünket vagy a melegvízkészítő rendszerünket lépcsősen vezérelni. A második megoldás az a fűtés optimalizálása ugye OnPilot segítségével. A Fronius OnPilot az egy teljesen külön készülék, a mai előadásban majd a később Máté kollégám fogja bemutatni. Röviden az OnPilotról annyit, hogy gyakorlatilag szinte wattonkénti vezérlést tudunk vele ohmikus fogyasztóknak adni, és közvetlen föl tudjuk használni általa a megtermelt többlettermelésünket. És a harmadik megoldás az a fűtésünk optimalizálása, hogyha van egy hőszivattyúnk a rendszerbe, és hőszivattyút integrálunk be, hogy itt is van lehetőségünk Smart Grid Ready vezérlést létrehoznunk, illetve akár össze is tudjuk kötni a két eszköznek a működését. Kezdjük a fűtés integrációját terhelés vezérléssel. Talán ez az egyik legegyszerűbb és legkisebb költségű megoldás. Alapvetően ugye ezt már említettem, hogy a Froniusnak van terhelés-vezérlés megoldása, így gyakorlatilag 12 voltos jeleket tudunk használni, 12 voltos kimenetet, és ezt a 12 voltos kimeneteket tudjuk programozni, annak megfelelően, hogy mi hogyan szeretnénk be lehet állítani minimum, illetve maximális futási időket, illetve küszöbb értékeket, hogy mikor kapcsoljon be, és mikor kapcsoljon ki ez a 12 voltos kimenet, és ezáltal tudunk nem csak egy, hanem akár több fogyasztót is vezérelni. Ugye láthatjuk a lehetséges forgatókönyveket, hogy tudunk egyfázisú fűtőrudakat, háromfázisú fűtőrudat, egy-két vagy akár három relével is vezérelni, illetve ugye Smart Grid Ready hőszivattyú vezérlést is meg tudunk valósítani. Azonban ezeken a példákon kívül még számos lehetőségünk van, kezdve a medencefűtéstől, vagy a térkőfűtéstől egészen bármilyen komplexebb megoldásba belevonni a Fronius terhelés vezérlést. Ugye alapvetően itt a példán láthatjuk, hogy van egy egyfázisú fűtőrudunk, amellyel a használati melegvizet készítjük. Amit nagyon fontos megjegyeznünk, ami itt az ábrán is látszódik,
az pedig nem más, mint hogy mindenképp kell egy Fronius Smart Meter a rendszerben. Ugye a prezentáció elején erről már beszéltem, hogy az okos energiafelhasználás alapja az az, hogy analizáljuk az adatokat, és tudjuk, hogy mennyi a termelésünk, illetve mennyi a fogyasztásunk, és ehhez mindenképp szükség van egy Fronius Smart Meterre, aminek segítségével tudjuk elemezni az adatokat, és aztán ezeket az adatokat föl tudjuk használni arra, hogy hatékonyan tudjunk többlettermelést felhasználni. Ebben az esetben ugye láthatjuk, hogy a használati melegvízünket egy fázison tudjuk létrehozni, elkészíteni, mégpedig annak függvényében, hogy mennyi többlettermelésünk van. Ugye amennyiben ez a többlettermelés elér egy általunk meghatározott küszöbértéket, onnantól kezdve be tudjuk kapcsolni ezt a 12 voltos jelet, és ezzel a 12 voltos jellel egy relén keresztül el tudjuk indítani ennek az egyfázisú fűtőrúdnak az ellátását, és ezáltal tudunk használati melegvizet készíteni. Természetesen, ahogy azt már említettem, nem csak egy ilyen energiamenedzsment kimenetünk van, és így arra is van lehetőség, hogy például kettő darab fűtőrúdat használjunk, az egyiket a használati meleg víz elkészítésére, és hogyha azon kívül még van többlettermelésünk, akkor abból pedig a puffer tartályban levő víztömeget tudjuk fűteni, nyilvánvalóan egészen addig, ameddig el nem érjük a maximális hőmérsékletet, vagy ameddig van többlettermelés, amit ugye nem használunk el helyileg a háztartásban. Ugye láthatjuk, itt két 12 voltos relénk van, itt két energiamenedzsment kimenetet fogunk felhasználni, viszont a smart meter az ugye itt is természetesen része a rendszernek. Következő példában egy háromfázisú fűtőrúdat láthatunk, és itt már láthatjuk, hogy három relé kimenet, tehát három energiamenedzsment kimenet kell ahhoz, hogy ezt a háromfázisú fűtőrúdat teljes mértékig fel tudjuk használni. Értelemszerűen neki van egy nulla bekötése, és azt itt most külön nem jeleztük az ábrán, csak azzal a nulla felirattal, mivel azt nem vezéreljük. Ugye gyakorlatilag a fűtőrúd fázisonként történik bekapcsolásra a többlettermelésnek a függvényében. Ugye ezek a három fázisú fűtőrúdak több teljesítményosztályban is kaphatóak. És itt láthatjuk az ábrán, ugye, hogy egy bizonyos termelésnél kapcsoljuk be az egyes fázis, amely aztán végigmegy, és ugye, hogyha van többlettermelésünk, akkor rákapcsoljuk a kettes fázist, és hogyha elérjük a harmadik bekapcsolási küszöböt is, akkor pedig a hármas fázist fogjuk rákapcsolni, és ezzel gyakorlatilag fázisonként tudjuk ennek a fűtőrúdnak a vezérlését megoldani. Hogyan kell konfigurálni gyakorlatilag ezt a beállítást? Ugye első körben azt kell beállítanunk, hogy milyen pineket szeretnénk használni, mely pineket szeretnénk használni. Itt a példában ugye a nullástól egészen a 4-es pinig vannak meghatározva ezek a terhelésvezérlések, tehát ezt a 4 pint fogjuk használni, ezt a 4 pint van lehetőségünk használni a későbbiekben arra, hogy terhelésvezérlést hozzunk létre. Hogyha ez megvan, akkor ugye miután kiválasztottuk a komponenseket, és bekötöttük őket, ugye föl kell programoznunk magát a rendszert, ugye ezt már említettem, a funkcióknál és IO-knál ki kell választanunk, hogy melyik pineket szeretnénk használni. Amit mindenképp érdemes figyelembe venni, az a teljes tekercs teljesítmény ezeknek a kimeneteknek. A snap invertereknél ez még 3,6 watt, míg a Gen24-nél már összesen 6 watt a tekercs teljesítmény, tehát az összes energiamenedzsment kimenet Step inverternél 3,6 watt teljesítmény leadására képes, Gen24-nél pedig 6 watt leadására képes, tehát mindenképp figyelembe kellett vennünk, amikor ugye relét választunk ennek a megoldásnak a kivitelezéséhez. Miután ugye a funkciók és IO-knál kiválasztottuk, hogy melyik pineket szeretnénk használni, terhelésvezérlés menünk belül be kell állítanunk, hogy pontosan milyen lépcsőkre szeretnénk használni, egészen pontosan milyen küszöbértékek és szabályok szerint szeretnénk ezt a 12 voltos jelet kihasználni. Ugye, amit itt látunk, első körben az a fűtőrúdnak a megnevezése, a terhelésvezérlésnek a megnevezése, ez most esetünkben fűtőrúd egyes fázis, azonban ez tetszőleges lehet, és itt a terhelésnél ki tudjuk választani, hogy termelt teljesítmény, vagy pedig teljesítmény többlet által szeretnénk vezérelni ugye ezt az energiamenedzsment kimenetet. Hogyha csak termelt teljesítményt választunk, akkor van egy be- és egy kikapcsolási küszöbértékünk. Ebben a konkrét példában, hogyha 3200 wattot termel meg az inverterünk, hogyha 3200 wattos termelést elér, akkor be fogja kapcsolni az inverter ezt a 12 voltos kimenetet, és egészen addig bekapcsolva tartja,
ameddig a 200 wattos termelés alá nem esik az invertünk termelése, akkor pedig ki fogja kapcsolni. Természetesen abban az esetben, hogyha ezt nem termelt teljesítményre, hanem teljesítmény többletre állítjuk be, mondjuk, hogyha van egy smart meterünk a rendszerben, abban az esetben be tudjuk állítani, hogy a bekapcsolási és kikapcsolási küszöb érték az betáplálás, vagy pedig a hálózatról történő fogyasztás legyen. Ott mondjuk be tudjuk állítani, hogy kapcsoljuk be ezt a 12 voltos jelet, hogyha a hálózatban történő betáplálás mondjuk 2,4 kW, és kapcsoljuk ki, hogyha a hálózatból vételezett energia pedig mondjuk eléri az 1 kW-ot. A küszöbértéken túl természetesen van lehetőségünk arra is, hogy időtartamban határozzuk meg ezeknek a 12 voltos jeleknek a működését. Ugye bekapcsolásonként meg tudunk adni egy minimális bekapcsolási időtartamot, ez azt jelenti, hogyha egyszer elérjük ezt a bekapcsolási küszöbértéket, onnantól kezdve eddig a minimális bekapcsolási időtartamban megadott időig ő mindenképp futtatni fogja ezt a 12 voltos jelet, illetve meg tudunk adni egy napi maximális futási időt is, ez mondjuk ebben a példában 600 perc, hogyha elértük ezt a 600 perces futási időtartamot, utána attól függetlenül, hogy a küszöbérték teljesül vagy nem, nem fogja a 12 voltos jelet bekapcsolni az invertert. Illetve van egy plusz lehetőségünk is, ez az előírt futási idő, így gyakorlatilag meg tudunk adni egy általunk elérni kívánt futási időt, és meg tudjuk adni, hogy meddig szeretnénk elérni ezt a futási időt. Itt a példában ugye este 8 óra van megadva. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy este 8 óráig, hogyha nem értük el ezt a 300 perces futási időtartamot, mondjuk azt látja a rendszer, hogy fél 8-kor még hiányzik 30 perc, akkor is be fogja kapcsolni ezt a 12 voltos jelet, hogyha egyébként a bekapcsolási küszöb értéket nem érjük el. Gyakorlatilag ezeket a paramétereket tudjuk beállítani ennél a 12 voltos jelnél, és ezekből a szabályokból négyet tudunk ugye létrehozni, mert négy terhelés vezérlést tudunk beállítani, ugye négy kimenetünk van. Most, hogy megismerkedtünk a terhelés vezérlésnek a szabályaival, illetve lehetőségeivel, a következő, amelyről beszélni fogunk, az a Fronius on-pilot lesz, ehhez pedig át is adnám a szót Máté kollégámnak. Üdvözlök mindenkit, a Fronius on-pilotról fogunk beszélni. Az on-pilot egy ionikus terhelések vezérlésére alkalmas eszköz, egy fázison 3 kW terhelésig, három fázison 9 kW-ig, többlet napelemes energia felhasználásával, főleg melegvíz előállítására nagyon hasznos eszköz, de lehet más eszközökkel is kombinálni, mint például akkumulátorral vagy elektromos autótöltővel. Ez utóbbi esetekben természetesen nem akkumulátort vagy elektromos autótöltőt fogunk vezérelni, azonban velük kombinálva hatékonyabban tudjuk felhasználni a többlettermelésünket. Ezen kívül pedig hőszivattyú vezérlésére is tökéletesen alkalmas az erre kialakított relé kimenetével. Ezen a képen a Fronius on-pilot működését láthatjuk egy feltűnős napon. A képen jól látható a pirossal jelzett termelés, az energia, amelyet az on-pilot fogyasztott el. Ez alapesetben visszatáplálásra kerülne a hálózatba, azonban az on-pilotnak köszönhetően visszatáplálás helyett melegvízkészítésre tudjuk fordítani az energiát. Egy másik előnye az on-pilot eszköznek például a kimenetekkel végezni terhelésvezérléssel szemben, hogy az on-pilot folyamatosan tudja a többlettermelésünket fogyasztani, míg terhelésvezérlésnél van egy megadott küszöbértékünk, ami felett tudjuk csak aktiválni a kimenetet. Ezen a felhős napon például hiába van relatív alacsonyra 2,4 kW-ra állítva a kimenet bekapcsolásának küszöbértéke, hogyha termelésünk csak ritkán vagy egyáltalán nem éri azt el. Ebben az esetben a termelésünk nem tudnánk terhelésvezérléssel felhasználni. Milyen komponensekre van erre szükségünk? Először is szükségünk van egy inverterre, ez lehet egy data managerre rendelkező snap inverter, illetve egy Gen 24-es inverter is. Az egyik legfontosabb komponens a rendszerben a smart meter,
Erre mindenképpen szükségünk van, hogy a rendszer pontosan tudja, hogy mennyi többletenergia áll rendelkezésünkre. Ez az intelligens energiafelhasználás lelke, és persze elengedhetetlen a Fronius on-pilot, amellyel ebben a példában egy melegvíztartály fűtőrúdját fogjuk vezérelni. A fűtőrúd lehet egyfázisú 3 kW teljesítményig, vagy pedig háromfázisú 9 kW-ig. Fűtőrudaknál a nulla bekötés nagyon fontos minden esetben, illetve az is, hogy az elektronikai vagy egyéb elektronikai eszköz nem lehet a vezérelt eszközhöz párosítva. Tetszés szerint az OnPilothoz csatlakoztatható PT1000-es hőmérsékletérzékelő szenzor is, amellyel a melegvíztartályunk hőmérsékletét tudjuk monitorozni, és ehhez tudjuk igazítani a vezérlést minimum és maximum hőmérsékletet meghatározva. Bővebb tájékoztatást a megfelelő felhasználásról az OnPilot használati útmutatójából tudunk kapni. Az előbb említett egyfázisú és háromfázisú felhasználási kombinációkat láthatjuk jelen esetben a diánkon, és akár két fűtőbetét vezérlésével is használhatjuk az OnPilotot. Mielőtt nekilátunk az OnPilot bekötéséhez és beüzemeléséhez, mindenképpen javasoljuk a használati útmutató követését, elolvasását, hiszen ott részletesen minden technikai információ rendelkezésre áll, amelyek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk használni az OnPilotot. A jobboldali ábrán látható egy éves összesítő grafikon egy SolarWeb rendszerről. A szürke a hálózatba visszatermelt energia, a piros az OnPilot által elfogyasztott energia, a citromsárga pedig a közvetlenül elfogyasztott energiát mutatja. Ennek a táblázatnak a számszerűsített összesítését a baloldali ábrán láthatjuk. A számítás jól mutatja, hogy az OnPilot segítségével 19%-kal növeljük a termelt energiát, a termelt energia általunk elhasznált részét. Láthatjuk tehát, hogy az OnPilot az önfogyasztás növelésében hatékony társunk. Ha még esetleg nincs OnPilotunk, SolarWeb-en keresztül a már meglévő napelemes rendszerünkön szintén lehetőség van egy szimuláció lefuttatására. Itt egy részletesebb számítást tudunk végezni a jövőre nézve önfogyasztásunkról az OnPilot segítségével. Megadhatjuk nem csak a házunk típusát, de azt is, hogy jelenleg milyen fűtőeszközt használunk, és hogy milyen tarifával fűtünk. Ezek alapján tud részletes kalkulációt végezni az algoritmus. Mindenképpen javasoljuk, hogy legalább egy évnyi adat álljon rendelkezésre. A következő dián az önfogyasztás növekedését láthatjuk. Ezen az ábrán csak egy 3 kW-os fűtőrúdunk van. Jól láthatjuk a hőmérséklet növekedését a PT1000-es hőmérsékletszenzor segítségével. Ezt érdemes beépíteni a rendszerünkbe, mivel árban elég kedvező és hasznos extra adatokat biztosít számunkra. Ha felnyitjuk az OnPilotot, akkor a következő elrendezést fogjuk látni a készülék belsejében. A baloldali 8-as számmal jelölt sorkapocs a betáp, a jobboldali 12-es sorkapocs a kimenet 1-es fázis, 9-es sorkapocs 2-es fázis, és a 10-es a 3-as fázist jelöli, a 11-es sorkapocs pedig a beépített relé. Ez a relé tökéletesen alkalmas például Smart Grid Ready hőszivattyú vezérlésére. A következő ábrán be fogom mutatni röviden az OnPilot beállítását. Az első lépésben természetesen bekötjük a készüléket és a vezérelni kívánt fűtőeszközünket. Ebben az esetben a Heater 1, például egy melegvíztároló tartály, az automatikus opciót választjuk, így automatikusan érzékeli az OnPilot a fűtőrúd teljesítményét. A Heater 2 legyen ez esetben egy hőszivattyú, beállíthatjuk a küszöbértékeket, hogy mikor induljon és álljon le a hőszivattyú. Az ábrán 3 kW betáplálás után indul a hőszivattyú, és 500 watt fogyasztástól pedig ki fog kapcsolni a vezérelt készülékünk. Hogyha van hőmérsékletszenzorunk beépítve a rendszerbe, akkor lehetőség van további beállításokra is.
Itt tetszőlegesen órákra lebontva tudjuk beállítani, hogy az OnPilot mikor lépjen működésbe és mikor kapcsoljon ki. A következő, amiről beszélni fogunk, az a hőszivattyú integrálási lehetőségek a Fronius-szal. Ezt pedig átadnám Tamás kollégámnak. Köszönjük szépen Máténak az OnPilot bemutatását, és akkor térjünk rá az előadásunk harmadik részére, ami pedig nem más, mint hogy milyen lehetőségeink vannak, hogyha van egy hőszivattyunk a rendszerben, és azt szeretnénk vezérelni az OnPilot eszközünkkel. Értelemszerűen itt is többféle forgatókönyvünk, többféle lehetőségünk van. Hogyha van egy hőszivattyú rendszerünkben, és oda telepítünk egy napelemes rendszert, akkor már érdemes mindenképp figyelembe venni, hogy hogyan tudjuk a két rendszert összehozni. Ugye a legrosszabb eset az az, hogyha a hőszivattyú és a napelemes rendszer nincsen egymással optimizálva, tehát a hőszivattyunk nincsen integrálva a rendszerünkbe. Ugye itt az ábrán is ezt láthatjuk, hogy függetlenül attól, hogy mikor van napelemes termelésünk, hogy a hőszivattyú az vagy be, vagy pedig ki kapcsol, ugye ki bekapcsol folyamatosan. Ugye alapesetben, amikor hőszivattyút tervezünk, figyelembe kell vennünk, hogy mikor mennyi melegvizet használunk el, abban az esetben, hogyha a hőszivattyú állítja elő ugye a használati melegvizet, és ennek megfelelően kell beállítani a hőszivattyút. Ugye, hogyha a hőszivattyú nincsen beállítva, akkor láthatjuk, hogy egész nap kibe fog kapcsolgatni, és főleg a reggeli, illetve az esti órákban fog működni, hiszen alapvetően akkor van szükségünk meleg vízre reggel, vagy este, amikor fürdünk, vagy tusolunk, és amikor munkába elindulunk, vagy pedig munkából megérkezünk. Ugye ez alapesetben magasabb fogyasztáshoz vezethet az esti órákban, és ebből kifolyólag pedig magasabb a hálózatból történő vételezésre számíthatunk, tehát a hőszivattyúnak mindenképp magasabb lesz az energiaigénye, és ezáltal nem fogjuk tudni hatékonyan kihasználni a napelemes rendszerünk által megtermelt energiát, hiába van otthon hőszivattyunk és napelemes rendszerünk is. Amit itt a grafikonon láthatunk, az egy valós rendszer hőszivattyúval felszerelve. Ugye a kolléga, aki ezt a rendszert használja, gyakorlatilag beállította azt, hogy a melegvíz készítése az nappal történjen, például a nap végén, és azt, hogy a hőszivattyú napközben fokozottan tudjon működni, tehát akkor tudjon a hőszivattyunk működni, amikor rendelkezésre áll többlet energiánk, és ezt alapvetően el tudja használni. A melegvíz készítés és a nap vége felé történik, hogy használjuk többlettermelést, illetve a fűtést is napközbenre próbáljuk optimalizálni, hogy minél jobban tudjuk csökkenteni az esti fogyasztást, illetve tudjuk növelni a napközbeni működését a hőszivattyúnak, és ezáltal el tudjuk érni azt, hogy a napelemes töbletet használja, ahelyett, hogy a hálózatról venni igénybe az energiát. Van még egy plusz lehetőségünk is, ugye, hogyha föntebb emeljük a vízhőmérsékletet annál, mint amit mondjuk mi szeretnénk elérni. Abban az esetben, hogyha nappali működésünk van, ha estére nem is fog a hőszivattyunk úgy működni, mivel egy alacsony működési módot tesszük, abban az esetben is még lesz megfelelő hőmérsékletű meleg vízünk, hogy tudjon működni a rendszer. Milyen lehetőségünk van az integrációra? Ugye vagy vezérelhető hőszivattyúra van szükségünk, vagy pedig smart grid ready hőszivattyúra. Mi az a Smart Grid Ready hőszivattyú? Gyakorlatilag együtt tud működni más eszközökkel. Itt ugye egy hőszivattyút látunk, amely Smart Grid Ready kontrollal van vezérelve, tehát ami képes külső vezérlőjelet fogadni. Ugye ebben a konkrét esetben a hőszivattyúnk közvetlenül csatlakoztatva van a terhelés vezérlés kimenetéhez a Fronius inverternek, és azt láthatjuk, hogy alapvetően van egy működése a hőszivattyúnak, amely azonban meg fog emelkedni akkor, amikor a napelemes többlettermelésünk elér egy bizonyos pontot. Itt ugye láthatjuk, hogy megvan adva egy minimum futási idő, amelyben a hőszivattyú tud futni, majd pedig ismét, amikor elérjük az esti működésnél, mondjuk a napelemes rendszernek a csúcsát, akkor ismét bekapcsoljuk a hőszivattyút, és ezzel gyakorlatilag fokozott működést tudunk elérni a küszöbérték után. Amire mindenképp érdemes odafigyelni azonban, hogyha a napelemes rendszerünk termelése változik, vagy fluktuálódik, abban az esetben ugye előfordulhat megnövekedett fogyasztás a hálózatból, tehát az ilyen terhelésvezérléses megoldásoknál ezt mindenképp figyelembe kell venni. Ahogyan azt Máté is említette,
ugye a terhelés vezérlésre mindenképp oda kell figyelni, hiszen ő csak egy bizonyos küszöbi érték fölött tud bekapcsolni, és alatta pedig ki fog kapcsolni. Amennyiben további információkat szeretnének megtudni ennek a pontos megvalósításáról, akkor van egy ilyen megvalósítást bemutató dokumentumunk, amely elérhető a weboldalon, és ahol részletesen be vannak mutatva a beállítások. Ugye nem mindegyik hőszivattyú képes arra, hogy vezérlőjelet fogadjon, illetve arra, hogy magát tudja modulálni és tudja pontosan illeszteni a napelemes termelés felvételéhez. Azonban a legtöbb hőszivattyú gyártónak a hőszivattyúi közül legyen 10-20% képes erre, és ezzel a funkcióval a hőszivattyú gyakorlatilag a működését tudja annak megfelelően optimalizálni, hogy mennyi az elérhető többlettermelésünk, és többletadatok alapján ugye tudja beállítani a működését. Ugye ez egyrészt meg fogja növelni az önfogyasztásunkat, hiszen a hőszivattyú működése tökéletesen le fogja követni azt, hogy mennyi napelemes többletünk van, és ezáltal ugye a hálózati fogyasztást is hatékonyan tudjuk csökkenteni. Azt, hogy melyik hőszivattyúk kompatibilisek a Fronius-szal, illetve melyik hőszivattyúknak van ilyen funkciója, ami együtt tud működni az inverterünkkel, az a weboldalunkon megtalálható. Itt egy konkrét példát láthatunk, ez éppenséggel egy Bosch hőszivattyú. Ott ugye, ami nagyon fontos, és amire nagyon oda kell figyelnünk, hogy az inverter és a hőszivattyú egy hálózaton legyenek, és tudjanak egymással kommunikálni. Ebben a konkrét esetben ugye a Bosch hőszivattyú önmagát vezérli az elérhető példák alapján. Ugye ez a kép egyébként magának a Boschnak a használati útmutatójából lett kivágva, ahol be van mutatva, hogy ő Fronius inverterrel hogyan tud együtt működni. Ugye ami nagyon fontos, hogy mindenki egy hálózaton legyen. Amennyiben például Snap Invertert használunk, ott a Modbus TCP kommunikáció beállítás szükséges, hogy tudjanak egymással kommunikálni, és a hőszivattyú le tudja kérni az adatokat az invertertől, hogy milyen többletenergia és mennyi többletenergia áll rendelkezésre. Illetve a G24-nél ugye be kell kapcsolnunk a Solar API-t is, hogy le tudja kérdezni az adatokat a hőszivattyú a napelemes rendszerről. Minden ilyen rendszernél fontos, és szoktuk javasolni, hogy a hőszivattyú saját használati útmutatóját böngészszük át, és azt nézzük meg, hiszen abban van pontosan leírva, hogy milyen beállításra van szüksége a hőszivattyúnak ahhoz, hogy tudjon megfelelően működni. Ha szeretnénk összefoglalni azt, amit a mai előadás során hallhattunk, hogy miért érdemes a fűtést, illetve a melegvízkészítést összekötni a napelemes rendszerünkkel, akkor láthatjuk, hogy ez egy egyszerű, utólag beépíthető és könnyen telepíthető megoldás, amelynek nincs szüksége komplex rendszer, illetve komplex rendszer telepítésre. Rendkívül gazdaságos is lehet, hiszen ugye nyáron a napelemmel fűtünk, és ezáltal a fő fűtő berendezésünknek az élettartamát meg tudjuk ugye növelni, hiszen nem csak a téli fűtést, de a nyári melegvízkészítést is át tudjuk venni. Illetve alacsonyabb lehet a bekerülési költség is, hiszen mire van szükségünk? Szükségünk van egy smart meterre, néhány relére, egy fűtőrúdra, illetve hogyha az on-pilotot szeretnénk igénybe venni, akkor természetesen magára egy on-pilotra is, de egy alap megoldáshoz már éppen elég egy smart meter, néhány relé, illetve adott esetben egy fűtőrúd. Illetve nyilván ezeknek az eszközöknek több éves az amortizációja, tehát hosszú távú megoldásokkal tudunk számolni. És természetesen opcionális plusz funkciók is vannak, mondjuk puffertartályt fűtünk egy másodlagos fűtőbetéttel, mondjuk ahogy Máté bemutatta, egy másodlagos fűtőszállal, mondjuk elsődlegesen működtetjük a melegvízkészítést, másodlagosan pedig mondjuk egy puffertartályt fűtünk az on-pilottal, vagy akár vezérelhetünk hőszivattyút is, ahogy az bemutatásra került, illetve ide köthető részben az akkumulátoros tárolás is, hogy működőképes legyen. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, aki a mai napon itt volt ezen a webináriumon, és velünk tartott ebben a témának a megismerésében és a felismerésében. Akinek esetleg van kérdés, az nyugodtan a cseten keresztül fölteheti, és fogunk ott válaszolni. Már látok is egy kérdést, hogy az egyik kolléga keresi ezt a bemutató white paper-t, amiben ugye bemutatjuk a megoldást.
Ezt majd a webinár végén be fogjuk ide tenni a chatbe, illetve mindenkinek a linket be fogjuk tenni az e-mailbe is, amelyet ugye a webinár után szokott kapni, és akkor ott mindenki megtalálja ezt az említett whitepapert, illetve természetesen mindenki, aki ma itt volt, abban az esetben ő ugye meg fogja kapni az előadás anyagát is egy PDF fájlban. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, és szeretnék mindenkinek további kellemes délutánt kívánni, illetve kellemes hétvégét. Mindenkinek legjobbakat, a viszontlátásra, a viszonthallásra.